Tragikus hirtelenséggel 50 éves korában elhunyt Setét Jenő. Az egyik legismertebb és legaktívabb roma polgárjogi aktivista. Nemrég egy interjúban azt mondta, abban Szikla Szilárdan hisz, hogy mindaz, amit a roma mozgalom el akar érni, az Magyarország javát szolgálja. Lőcsei Lajossal emlékezünk Setét Jenőre. Az egyik legöntudatosabb és legönzetlenebb aktivistára és emberre, aki politikában megjelent. Örülök, hogy itt van, jó estét! Jó estét kívánok! Momentum mozgalom politikusa, volt jelöltje is a választáson, és hát Setét Jenő személyes ismerőse és barátja. Így már van. Csak azért is örülök, hogy itt van, mert szerintem méltóképpen megemlékezni róla így lehet. Igen. Nagyon nehéz Setét Jenőről úgy beszélni, hogy tegnap még ünnepeltük az 50. születésnapját, és ma pedig egy egész ország gyászol, és értetlenül állunk halál előtt. Jenő hatalmas szívvel rendelkező ember volt, és mindig is az elesettekért, a szegényekért emelt hangot, és próbált nekik utat mutatni. Ő is egy egyszerű ember volt, és talán az életkörülményeit jellemezhetném úgy, hogy talán egy szinten volt azokkal, akikért ő hangot emelt. Setét Jenő az Élettartozunk Egyesület elnöke. Fájó szívvel búcsúzunk tőle. Nagyon sok. Egy személyes példát el szeretnék mesélni Jenővel kapcsolatban. Én Heves megyében egy kis településen élek, és hozzánk vidéki településre nagyon nehezen jut el a hiteles információ, a hiteles hír. De volt egy ominózus eset, ami igenis végig szántotta a településeinket. Ez a Gyöngyöspatai ügy. És Setét Jenő személyisége, és kettő darab mondat, ami végig szántotta a településeket. Ez pedig a Szabad Gyöngyöspata és Szabad Bíróság. Ebben az időszakban én is írtam Jenőnek egy személyes levelet, amiben kifejtettem, hogy politikai hovatartozástól függetlenül én is elítélem azt, hogy bármely nemű kirekesztést, megbélyegzést eszközöljenek a gyöngyöspatai fiatalokkal, roma fiatalokkal szemben, és elítéltem én is Orbán Viktornak a megnyilvánulásait, és erőt, egészséget kívántam neki. Jenő megköszönte nem is akárhogyan. A saját Facebook oldalára kirakta az én posztomat, és azt a feliratot írta alá, hogy tanuljatok roma politikusok. Hatalmas szíve volt. Én nagyon bízom abban, hogy amit felépített Jenő, mindaz az érték, mindaz a szellemi tudás egy olyan alapot fog képezni nekem, mindannyiunknak, a következő generációnak, amiből meríteni tudunk. És fogunk tudni építeni egy olyan országot, ami nem a gyűlölködésre, uszításra épül. Én nagyon bízom abban, hogy egy szegény cigány ember is fel tud emelkedni tisztességes, becsületes munkával a gazdas társadalomba, és ott is tud maradni. Jenő számára nem volt kérdés az, hogy mi az igazi ember. Ő neki az értékek az azon alapult, hogy nem számított az, hogy roma vagy nem roma. Nem számított az, hogy mely társadalmi rétegből érkezett. Az a lényeg, hogy ember vagy. És ez volt az ő fő üzenete, hogy ember maradj bármely körülmények között is. Van egy hagyatéka, amivel azt gondolom most a politikának, az ellenzéki politikusoknak van dolguk. Elkészített az Egyesületével az Ide Tartozunk Egyesülettel egy roma politikai minimumprogramot, amit az ellenzéki pártok elé tárta. A Momentum, amit ön képvisel most itt, ha jól tudom, akkor el is fogadta ezt a programot, vagy legalábbis ennek elemeit. Így van, bizonyos program elemeit elfogadtuk, és be is építettük a közös roma programunkba. A közös roma programunk még nincs kész, utolsó simításokat végezzük, és hamarosan a nyilvánosság elé tárjuk, és akár társadalmi vitára is bocsájtjuk. De én nagyon örülök annak, hogy az ellenzéki összefogás és Márki-Zay Péter miniszterelnök úr, miniszterelnök jelölt úr konstruktívan áll a roma ügyhöz. Mert ebben a minimum programban mi van konkrétan? Mi az, amit elfogadott a Momentum? Mert ugye Setét Jenő nyilván sokkal messzebb terjeszkedett, mint a adott pillanat lehetőségei. Igen. Az oktatásban voltak bizonyos fő alappillérek, amit mindannyian elfogadtunk és örömmel fogadtuk és építettük be a közös alapprogramunkba.
abban egyetértettünk, és Jenőnek az oktatásra épülő minimum programja szinte azt sugalt, hogy egy 500 fős településtől egészen a nagyvárosokig minden gyereknek jár a minőségi oktatás. És mi erre alapozzuk az esélykiegyenlítésünket, és mi ebben láttuk Jenőnek az erejét az oktatáspolitikájában és a minimum programját, ezt beépítettük. Persze, természetesen voltak még olyan elemek, amiket nem tudtunk beépíteni, mert további egyeztetéseket igényelnek. De hát reméljük, hogy ez meg lesz. A Kétfarkú Kutyapárt és a Párbeszéd Magyarországért csatlakozott a hat párt. Igen, így van, nagy örömmel fogadtuk. Kétfarkú ugye nincs benne ebben a hat párti együttműködésben, de a liberálisok igen, és az ISZOM is aláírta ezt már, amelyik szintén nem szerepel. Tehát minthogyha ezen a hat párti együttműködésen túlmutatóan is lenne keresnivalója az ellenzéknek. Igen, ezzel így van, a és biztatok is minden ellenzéki pártot, aki még esetleg nem írt alá, hogy írják alá, mert ez mindannyiunk számára fontos. Az elkövetkező 15-20 év egyik legfontosabb üzenete, témája a roma ügy lesz, hogy hogyan tudunk egymás mellett békésen élni, és közös felelősséggel, egy nemzetként közösen kell fontos döntéseket hoznunk az elkövetkező időszakban ebben a témában. Sertőt Jenőre emlékeztünk az előző percekben, politikával ismert, hogy neki ez volt az élete, és abban bízott, hogy még életében jut valamire a roma politika Magyarországon. Hát, ha máshogy nem, akkor ezzel a minimum programmal talán előre lehet lépni. Jenőnek volt két fantasztikus lánya, akikben nagyon bízott és nagyon büszke volt rájuk. Nekik most nem lehet könnyű, úgyhogy a családnak erőt kívánok, és köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget.